Először az zavart, hogy itt nincs előszobán. Ki itt belép, belénk lép, ajtónk, ha nyitja ránk. Ki itt belép, az egyből szobakonyhánkba lép, belátja kis lakásunk 20 négyzetméterét. S aztán a fény hiánya, mióta itt lakunk, az utcafronton nincsen kilátni ablakunk. A tátitányi garzon belső udvarra lát, átszűri fél homálya az egy plusz fél szobát. De hogyha szép idő van, úgy fél három felé, kiállhatunk a gangra, albérletünk elé, és egy kávéra gyújtunk, és nézünk fölfelé. Mert tudjuk, épp ilyenkor úgy fél három felé, a napfény tükröződik egy felsőbb ablakon, s a fényben megfürödni ez éppen alkalom. Mert épp ránk tükröződik a fél órára csak egy hosszú mandinerben, míg lassan elhalad útjának félköríve csak fél órát talán, hogy így tükrözze hozzánk égboltos ablakán. Leendő sok lakásunk, ahol még más lakik, meg annyi hollevésünk, visszhangos házait. Hová a többi házból, tovább és így tovább, egy tükrözésbe mossa az ablakok sorát. Hol nincs is tükrözés már, és nincsen trükközés, csak fény van és hiánya a túl sok túl kevés. Vakító fél homálya, áttetsző foltjai, Garai utca 50, gangos néma film. Hogyha szép idő van, úgy fél három felé, kiállhatunk a gangra, albérletünk elé, és egy kávéra gyújtunk, és nézzünk fölfelé. Mert tudjuk, épp ilyenkor úgy fél három felé, a napfény tükröződik egy felsőbb ablakon, s a fényben megfürödni ez éppen alkalom. Vakító fél homálya, áttetsző foltjai, Garai utca 50, gangos néma film.